tudod, hát korábban már fallabdáztunk együtt, sokat beszélgettünk, persze, ismerjük egymást valamilyen szinten, de én azt gondolom, ha valaki itt 10 évig is barát, vagy ismeri napi szinten is egymást, egy ralli, meg ralliba együtt lenni, az egy egész napot meg elhinni azt, amit a másik mond, és ráutalni, ugyanakkor őnek is elhinni azt, hogy én ott esetleg azt megoldom. Ez egy két különböző dolog, tehát igazániból én azt gondolom, hogy ezért tudnak működni ralliba esetleg barátság nélkül is jó párosok, illetve hát van, aki nem rallizik, és mégis jó barátok. Én azt gondolom, hogy itt most nálunk szerencsés a helyzet, mind a kettő dolog megvan, nem túl régóta ismerjük egymást, de valahol a Tomi vitt bele ebbe az egészbe, tehát abszolút az ő javára írható ez. Azt gondolom, hát korábban azért volt mutunk, gokartoztam, enduroztam, crossoztam, tehát én se álltam messze ettől a technikai dologtól. 2 éve döntöttem úgy el, hogy amikor elvitt rallizni, hogy hát nekem ez a dolog tetszik. Elmentem néha neki segíteni, fölírni, pályát fölírni, bejárni, illetve hát navigáltam is neki egy versenyen, egy sprint versenyen a Mitsubishibe. És hát gyakorlatilag valahol szerettem volna összepárosítani ezt a két szerelmet, hogy autósport, meg a régi dolgok, tehát ezek a veterán automotorok restaurálással foglalkozók hobbi szinten is. Valahogy szerettem volna összepárosítani ezt a két dolgot, és akkor egy pár éve jött ez az ötlet, hogy hát akkor legyen egy ilyen history rally autó. Azt már akkor tudtam, hogy mi legyen, az milyen legyen. Volt sok külső segítségem is, aki ebbe a történetbe segített, hogy ez az autó így összeálljon. Megvalósult, bár egy kicsit ugye csúsztunk, szeretük volna már az év elejére ezt olyan szinten elkészíteni, hogy tudjunk menni esetleg az egész évben, több helyen megjelenni, tanulni ezt a szakmát alázattal. Jelenleg most itt tartunk, hogy a Baranya kupára elkészült már olyan szinten, hogy azt gondolom, hogy bár ez a gyári hiba, vagy ez a pici filléres baki bejött, és nem bírtuk abszolválni a teljes futamot, de hát 10 km lett volna hátra, tehát egy 5 km-es gyors, egy 5 km-es etap. A 214-ből 204-et teljesítettünk hibátlanul, megforgás nélkül, nem ütöttünk gumifalat, nem voltunk gyorsak, tehát ezt én is tudom, hogy még abszolút amatőr szinten kezeltem ezt a dolgot. A csapat nagyon jó, a navigátor nagyon jó, hát milyen is lenne egy második, kétszeres magyar bajnok, abszolút hibátlan volt. Én azt mondhatom, hogy az autó is önmagában olyan szinten hibátlanul muzsikált, és sokkal többet tud, mint amire én képes vagyok, vagy amit én elhiszek. Ebben nagyon kell még fejlődnöm. Tehát, de ez így szépen úgy érzem, hogy kovácsolódik össze. Nem vállalok be hülyeségeket, nem vállalok be olyan dolgot, amit tudom, hogy még nem tudom megoldani. Talán ennek köszönhető, hogy tudtunk második időt autózni abszolútba a Baranya kupán. Hát most ezeket a hibákat kiküszöböltük, amiket ott tapasztalatból szereztük. És most úgy jöttünk ide, hogy ezeket kicsit továbbfejlesztve, megoldva, átgondolva építettünk egy, hát nem egy új autót, de ezeket a hibákat maximálisan próbáltuk kiküszöbölni. Hogy jön elő még egy újabb hiba, hát az várható egy ilyen autón, ami teljesen most állt össze, de bízunk benne, hogy azért a távot lebírjuk küzdeni, és célba tudunk érni. Ez az elsődleges célunk. Egy verseny után mondhatjuk, hogy megvan már az autóval a közös nevező, vagy inkább ez még csak úgymond a második randevú lesz? Hát nem vagyunk még tegező viszonyban abszolút, bár mondjuk nem is nálam lakik az autó, mert folyamatosan vándorol, hol a motorszerelőnél van, hol a fényezőnél, hol gumizni, hol matricázni, de mindig valahol úton van az autó, mivel mióta elkészült, azért próbáltunk Euroringen tesztelni, egyet utána elmentünk egy Kakucs rallira, aztán eljöttünk a Baranyára, hát most itt vagyunk, tehát azóta folyamatosan, intenzíven próbáljuk az autónak a hibáit kiküszöbölni, simogatni, csiszolgatni. Versenykilométer összesen gyakorlatilag ez a 300 kilométernél nincs több benne, egyébként az autóban ösztávban sincs 500 kilométernél több, tehát egy annyira nyers új technikáról beszélünk, amit a homológkönyv ugye engedett, azon fölül nem, tehát eléggé meg van kötve, hogy mi az, amit szabad hisztoriában, mi az, amit nem. Egy nemzetközi HTP-vel rendelkező és FIVA minősítéssel rendelkező oldtimer versenyautó volt a cél. Tehát eleve meg voltak kötve azok a határok, amiket meg lehet építeni. Próbálunk összeszokni vele. Én azt gondolom, hogy az autó az nekem nagyon tetszik. Tehát a korábbi eladási szándékaim azok teljesen megváltoztak. Olyan szinten, hogy bevásároltam még egy ilyen autót. Még nem tudjuk, hogy abból még mi készül, de egyelőre tetszik nagyon a dolog. Próbáljuk óvatosan, alázattal tanulni a versenyzést. Így a meccsek rally előtt a Baranya kupa volt a teszt, vagy azon kívül is próbálgattátok az autót?
Hát voltak kisebb próbálgatások, de én azt gondolom, hogy ezt mindig így az éles bevetéseken lehet. Tehát az adott körülményeknél abba az izgalmi állapotba, abba a stressz állapotba, beöltözve, rákészülve, egész más egy verseny, egész más egy, mikor kimegyünk és csak gurulunk. Természetesen lámpát beállítani, stb. Ezeket ki lehet menni szakaszra, esetleg gátlót próbálgatni, de szerencsétlenül még eddig akárhol az autóval megjelentünk, ott mindig eső volt, és még csak vizesen mentünk az autóval. Ennek is megvan az előnye, mert be tudtuk fódozni azt az összes lukat, ahol befolyt a sár meg a víz az autóba, de gyakorlatilag nagyon várnék most már egy kicsit száraz körülményeket. Azt gondolom, hogy az autót olyan szinten megszoktam, hogy hát okozhat még meglepetést, erő van benne bőven, de tudnánk egy jó ízűt autózni. Tehát most már valamilyen szinten picit próbáljuk elhinni, amit tud az autó. Besenyei Zolival már beszéltünk neki, azt mondta, hogy jól sikerült a felkészülés, és sokat segítettél neki, de a te felkészülésed hogy sikerült erre a versenyre? Hát ez majd holnap fog kiderülni, azt gondolom, de mi is mindent megtettünk azért, hogy ez tökéletes legyen. Talán még sosem tréningeztem ennyit, minden pályán 6-8-szor végigmentem, szemben azzal, hogy 3-4-szer szoktam maximum. Hát nagyon remélem, hogy ez jót tett nekem. Szerintem pontos az itinerünk. Nagyjából képbe vagyok mindennel, ami fontos és szükségszerű. De hát ez úgyis holnap, amikor az időeredményeket meglátjuk, akkor fog eldőlni, hogy ez mennyire volt célra vezető. Itt az interjú során az derült ki, hogy leginkább a pilóták ezt a mecseki versenyt szeretik a legjobban. Te is közéjük tartozol? Abszolút, szerintem ez mindenképpen az egyik legjobb verseny. Én mondjuk még nagyon imádom a Veszprém Rallyt és a Miskolc Rallyt is, főleg a régi igazi pályákat, tehát a Lőtereket, a Sói Erdőt, Miskolcon, a Kánóragályt, tehát az igazi rally pályákat, imádom a Ceredi pályát Salgótarjánál, tehát azért nekem nagyon sok kedvencem van. Mindenképpen az igazi rally pályákat szeretem, tehát a technikás, igazi embert próbáló pályákat. Ezeket a hosszú egyeneseket, meg a kanyar nélkül pályáktól rosszul vagyok. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy a meccseki pályák nagyon-nagyon jók, most is nagyon-nagyon jók. Ez a fatuskózás, ami egy kicsit zavar, hogy a belső évek tele vannak óriási fatuskókkal, szerintem ez iszonyatosan veszélyes, de hát nem tudunk mit tenni, mert többször mondtuk az elmúlt években, hogy ezt nem szabadna, de hát úgy látszik, hogy a rendezőketől nem tágítanak. A kérdés adódik, akkor itt Pécset melyik a kedvenc pályád? Hát nehéz. Kisvaszar is nagyon tetszik, Pécsvárad is nagyon tetszik, Árpád-tető is nagyon tetszik, tehát talán azt mondom, hogy Hetvehe is, tehát nagyon nagy különbséget nem tudok tenni. Talán a legközelebb, mintha a Pécsvárad állna hozzám, tehát igazán technikás, igazi embert próbáló és gépet próbáló pálya, abba bízok a legjobban. Az autó felkészítése hogy sikerült? Gyakorlatilag az autót erre a versenyre a TRT Racingtől béreljük. Én azt hiszem, hogy mindent megtettek azért, hogy sikeresek legyünk. Nagyon sok új alkatrész van benne. A futóműben megkapta a 2010-es fejlesztést, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy semmi nem fog hátráltatni abban, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Ez egy új dolog kezdete a mostani autó, vagy ez még a jövő zenéje? Egy új dolog kezdete, lehet, hogy a vége is, de mindenképp lehet ez a jövő zenéje is. A cél azzal nem más, mint hogy Super 2000-es autóval menjünk jövőre, hiszen ez áll a legközelebb a Super 1-6-hoz, és talán ez egy ideális lépés számunkra. Ezen kívül ugye azért a Super 2000-es autók ma én azt gondolom, hogy a legjobb versenyautók, ami egy nemzeti bajnokságban használható, és szeretnék egy olyan autóval menni, amivel tényleg az élmezőnyben lehetünk és küzdhetünk az abszolút elsőségért. Évközben azt mondtad, hogy nem szeretnél semmilyen kiszuperált Super 2000-esen menni, hanem egy tisztességes autóval. Megérte várni? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát felmerült a Punto, felmerültek mindenféle verziók, de aztán úgy döntöttünk, hogy betartjuk azt, amit megfogadtunk, hogy egy normális és versenyképes autóval szeretnénk harcba szállni. Én azt hiszem, hogy ez az autó alkalmas erre. Hát, de igazából majd ez is csak a verseny végén derül ki. De szerintem az sem az autó szempontjából fog kiderülni, hanem az én szempontomból, vagy a mi szempontunkból, hogy mi mint páros, mint csapat alkalmasak vagyunk-e arra, hogy ezzel az autóval nyerjünk. Szerintem az autóban benne van a győzelem. De a tesztek alapján már tetszett, amit láttál? A tesztek nagyon-nagyon tetszettek. 50 kilométert tudtam menni, egyszer 30-at, egyszer 20-at, tehát különböző napokon történt a teszt, tehát ketté vettük a tesztet. Jelentőset fejlődtem a második napon, mértük az időket mind időeredményben, mind magabiztosságban. Az, hogy ez mire elég, azt viszont a tesztből abszolút nem lehet semmiféle ilyen jellegű következtetést levonni, ez is holnap fog kiderülni. Köszönjük!